Jó reggelt! Remélem, jól vagytok. Én remélem, jól aludtatok. Ma, nézzétek, marakuját eszem megint, mert ezt igen így hívják, és a grenátalma az ez lenne, ami ilyen belül, tudjátok, ezek a piros kis ízék, ez is nagyon finom, de most nem ezt fogom enni. Még akkor is a tényleg jó. Szóval ez grenade franciául. Grenade. Ez meg grenadilla, ahogy tudjátok. A marakuja. Azt hiszem, hogy beteg vagyok. Nagyon, nagyon rosszul aludtam. J'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi. Én j'ai. Vagyis ez nekem van. Très mal, nagyon rosszul. Dormi, aludni. És très mal dormi, nagyon rosszul aludtam. Azt hiszem, hogy beteg vagyok. Je pense, azt gondolom. Je pense, azt gondolom. Vagy je crois, azt hiszem. Mind a kettőt lehet használni. Szóval, je pense que je suis malade, hogy beteg vagyok. Que je suis malade. Je pense que je suis malade, vagy je crois que je suis malade. Mind a kettőt lehet mondani. Attól függ, hogy gondoljátok-e, vagy azt hiszitek-e. Húha, kora reggel van megint. Mert nem tudom ezt normálisan elvágni. Mindig úgy vágom el, hogy nézzétek. Belül egybe marad, és csak a héját vágom el. De hát ez nem buli, ez nem így kell elvágni. Mindegy, egész éjjel, tudom, reggelire ez nagyon bulízi, hogy beteg vagyok, meg minden, meg amit most fogok mondani, ez még jobb reggelire. De nem baj, azért elmondom, mert így legalább tanultok szavakat. Szóval ez tényleg inkább azért mondom, még akkor is, ha tényleg igaz. Egész éjjel, toute la nuit, egész éjjel, hány ingerem volt? J'avais envie de vomir. J'avais, szóval nekem volt, j'avais envie, envie az, az amikor valaki, hát ez rosszul hangzik, mert ez nem így van, amikor valaki szeretne valamit, például j'ai envie de chocolat, szeretnék csokit, szóval enni vagy. Envie. Ez. Nem tudom, hogy mondani máshogy magyarul. De szóval, j'avais envie de vomir, az azt jelenti, hogy hány ingerem volt. De vomir. Ez a hányni, vomir. Szóval, toute la nuit, j'avais envie de vomir. Egész éjjel hány ingerem volt. Mondjuk most is egy kicsit, de nem baj, azért enni fogok ilyet, és lehet, hogy majd jó. Tényleg, láttátok, hogy ez úgy néz ki egy kicsit, mint amikor hogy hívják, les grenouilles, a békák. Ó, kimondtam is. Franciául mondom, és bejön magyarul, de jó. Amikor a békák így csinálnak ilyen kicsiket, akkor ez egy kicsit így néz ki. Azért biztos, hogy más íze van. Mondjuk ez tényleg finom. Az ilyen baby békákat még nem próbáltam ki, és nem is fogom, hogy őszinte legyek. Hú, igen, hány ingerem van. Na jó, szóval a béka, grenouille. És hát igen. Szóval egy kicsit... Így érzem magam. Je me sens bizarre. Érdekesen érzem magam. Je me sens. Érzem magam. Én érzem magam. Je me sens bizarre. Érdekesen. Bizarre. Je me sens bizarre. Hát igen, nem sokára karácsony van. És nekem ez így néz ki a karácsonyi asztalom. Megmutatom gyorsan. Más nem is lesz ebbe a lakásba. Nézzétek. Szóval ilyen kis gyertya, meg ilyen kis valakik.
És ilyen valamilyen asztalterítő. Ennyi lesz. De még nem beszéltem a barátaimmal Zürichbe, de majd valami lesz. Ha nem lesz semmi, akkor meg nem lesz semmi, akkor meg itthon leszek, és nézem a plafont. Vagy nézem a hegyeket, vagy mit tudom én, valami lesz. Szóval, igen, boldog karácsonyt mindenkinek, azt akartam mondani. Ezt már mondtam franciául, de azért elmondom, nem lassan, mert van egy másik videó erről, szóval ezt lassan meg tudjátok tanulni, máshol is. Vagy lehet, hogy nem. Mert nem tudom. Mert lehet, hogy ez a magyar leckébe volt. Szóval boldog karácsonyi ünnepeket. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. De ha azt mondjuk, hogy én kívánok nektek egy boldog karácsonyi ünnepeket, az je vous souhaite. Je vous souhaite. Je vous souhaite. Un joyeux Noël. Boldog karácsonyi ünnepeket. Igen, sem csak a fületekbe, tudom. Milyen disznóság. Szóval, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket kívánok. Ne legyetek betegek. Ne soyez pas malade. Ne soyez pas malade. Nem fogok orvoshoz menni. Je ne vais pas aller chez le docteur, vagy médecin. Mert az orvost úgy is lehet mondani, hogy doktor, meg úgy is lehet mondani, hogy médecin. Je ne vais pas aller, nem fogok menni. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Chez le médecin. Az orvoshoz. Vagy chez le docteur. Mind a kettő ugyanaz. Médecin, docteur, orvos. Hát, ezen kívül nagyon rossz időt mondtak egész hétvégére, úgyhogy... Ja igen, mert nem akkor rakom fel a videókat, amikor filmezem. Ma például péntek van, azt hiszem, hogy 21-e. De lehet, hogy csak 23-án vagy 24-én rakom fel a videót, úgyhogy... Azért, amikor beszélek, akkor egy kicsit máshogy vannak a dolgok. Mint az a videó, amit... tulajdonképpen ma reggel raktam fel, ahol mondtam, hogy nem tudom, hogy milyennek a neve, hát akkor már tudtam, amikor felraktam azt a videót, de már 3 nappal ezelőtt, vagy mikor filmeztem, és akkor még nem tudtam. Na szóval, hát igen. Úgyhogy ne legyetek betegek. Remélem, hogy szép karácsonyotok lesz, hogy nem leszek egyedül úgy, mint én. Mert én je suis seul, egyedül vagyok. Je suis seul, egyedül vagyok. És hát annyira nem buli. Úgyhogy remélem, hogy család, meg minden, meg barátok, meg minden veletek lesz karácsonyra. És ha nem, akkor meg gondoljatok rám. Viccelek. Ne gondoljatok rám. Biztos vannak más emberek, akikre gondolhattok. Na jó. Azért nem fogok egész reggel a fületekbe csámcsogni, úgyhogy most már itt abba hagyjuk. Remélem, hogy azért egy pár dolgot tanultatok, hogy mondják azt, hogy beteg lenni, meg mit tudom én. Egész éjjel ezeken gondolkodtam, hogy mivel nem aludtam, hogy milyen dolgokat mondhatnék. Volt még biztos egy pár más, de most így egy kicsit fáradt is vagyok, már nem aludtam. Je suis fatigué, fáradt vagyok. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je n'ai pas dormi, mert nem aludtam. Parce que, mert. Szóval, je suis fatigué parce que je n'ai pas dormi, és hát nem sokára mennem kell dolgozni, és ennem is kell. Úgyhogy, ha nem akarok a fületekbe csámcsogni, most már megyek. Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Très joyeux Noël à toutes et à tous, és legyetek jók! Ciao!